Üdvözlöm a Líceum Televízió nézőit, Önök Hírlánc című műsorunkat látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Első alkalommal tartottak egészségfejlesztési és sporttudományi konferenciát a főiskolán. Digitális témahét és szemmozgás követés a Média Informatikai Intézet szervezésében. Folytatódott a véradó verseny a főiskolán. A Főiskola Sporttudományi Intézete szervezésében került sor a sportszakos hallgatók szakhetére, mely rendezvénynek részét képezte az első egészségfejlesztési és sporttudományi konferencia is. A sportszakhét két legfontosabb eleme és mondanivalója az egészséges életmód és a rendszeres sportolás népszerűsítése volt. A közös mozgás mellett a szervezők komoly hangsúlyt fektettek a színvonalas előadások megszervezésére is. Az érdeklődők Európa és világbajnok sportolók, edzők és szakemberek tapasztalatait is megismerhették. Az Egészségfejlesztési és Sporttudományi Tudásközpont által szervezett kétnapos konferenciát dr. Liptai Kálmán, főiskolánk rektora nyitotta meg, melynek első napján Schmidt Pál is felszólalt. A konferencia sorozat záró előadója dr. Zaher Gábor volt, aki a mindennapi függőségekről beszélt. Kiemelte, hogy az addikció nem egyenlő a káros szokásokkal. A főorvos felhívta a figyelmet az okostelefonok veszélyeire, illetve arra, hogy a mai rohanó világban nincsenek kibeszélve ezek a problémák. A függőség egy emlékezés. Arra az érzésre, amit az adott dolog nyújtott. Hazánkban 800 ezer alkoholista és 20 ezer drogfüggő él. Ezen felül pedig 28 ezer ember hal meg évente dohányzás következtében. Zaher Gábor egy hangulatos és tanulságos előadást tartott. A Tudományos Siesta program keretei belül tartotta meg előadását dr. Felszegi Sára egyetemi docens, aki a fokozott pszichés megterhelés okozta egészségkárosodásról beszélt hallgatóságának. Stressz nélkül nincs élet. A Természettudományos Siesta program április 12-én második állomásához érkezett, amely az egészségfejlesztés témaköréhez kapcsolódott. Ugye Seje azt mondta, hogy stressz nélkül nincs élet. Tehát ezt kiiktatni teljesen nem lehet. Tehát meg kell tanulni, kezelni. Hogy lehet megtanulni? Egész kiskorunktól elemezni azokat a szituációkat, amiben benne vagyunk. Hogy tudunk megküzdeni vele? Ezt tanulni lehet. Agykontrollt tanulni lehet, hogy megtanuljam, hogy mi az, amin én tudok változtatni, és mi az, ami tőlem független dolog. Ha olyan dolog, ami tőlem független, azt el kell engedni. Tehát azon hiába morfondírozok, hogy mennyibe kerül a benzin, mert az nem rajtam múlik. Viszont az, hogy felkészüljek az órára, hogy kutassak, hogy segítsem a családomat, hogy segítsem a rajtam kívülálló okokból hátrányos helyzetbe került embereket, az igenis rajtam múlik. A fokozott pszichés terhelés a mindennapi életünk része, jelen van az otthoni, munkahelyi környezetünkben, valamint az oktatási intézményekben is. Azért érkeztem az előadásra, nagyon figyelemfelhívó volt a cím, és azért, mert azt gondolom, hogy az egészségről akár munkahelyeken, akár a mindennapi életben beszélni, az nem egy lehetőség, vagy nem egy sík dolog, hanem egy olyan dolog, ami kell. Végezetül mi vagyunk az egyetlenek, akik változtathatunk életünkön, akik eldönthetjük, melyik irányba induljunk. Az életmód változtatás lehetősége mindenki számára fennáll, tegyünk érte, hogy egészségesebb, minőségibb életet tudhassunk magunkénak. A szemmozgás követés kutatás módszertani lehetőségeiről és az eredmények alkalmazásáról is hallhattak azok a résztvevők, akik a tanárkutatások, a pedagógus képzés, valamint az elektronikus tanulási környezetek oktatási aspektusai iránt érdeklődnek. A programot a Média Informatika Intézet szervezte. Április 7-én csütörtökön a főiskolán dr. Steklács János, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola kardékánya tartott prezentációt a szemmozgás követés módszertanáról és ennek pedagógiai alkalmazásáról. Az előadásból kiderült, milyen szakterületek használják fel a szemmozgás követésével kapcsolatos tanulmányok eredményeit, mennyire fejlettek a vizsgálatokhoz szükséges eszközök, illetve bemutatta a saját kutatási eredményeinket, amelyek a kecskeméti kutatóműhelyükben készültek, és főként az olvasás közben szemmozgást térképzik föl. Az előadás egyébként a kutatói teljesítmény inkubációja a 21. század módszerével című fél éves programsorozat része volt.
A szervező célja, hogy a jövő hallgatóit közelebb hozzák a legkorszerűbb kutatási módszerek megismeréséhez. A kutatói teljesítmény inkubációja programsorozat keretében összesen 4 előadást tervezett a Média Informatika Intézet, mindegyikéhez tartozott egy-egy műhely munka. Az előadások másfél órások voltak, szakemberek tartották, a műhely foglalkozások pedig teljes mértékben gyakorlati jellegűek voltak. A mai napon dr. Steklács János előadását hallgattuk a szemmozgás követéssel kapcsolatban, holnap pedig egy műhely foglalkozást fogok tartani, ahol a szemmozgás követésnek a gyakorlati megvalósítását, az ilyen kutatásoknak a menetét és utána az adatok kiértékelését fogom bemutatni. A Kecskeméti kutatóműhely tevékenységéről az e-tracking education webnode.hu online felületén találnak információt az érdeklődők. Digitális témahetet tartottak a Főiskola Média Informatika Intézetének tanárai. Az eseményen a Legóról és annak az oktatásban betöltött szerepéről láthattak prezentációkat a résztvevők. A digitális témahét keretében tartott április 8-án pénteken műhely foglalkozást a Főiskola Média Informatika Intézete. A Legó a gyakorlati alkalmazásnak lehetőségeiről az iskolai gyakorlatban. Ez volt a téma, amely köré a délután szerveződött. A digitális témahét azt gondolom, hogy nagyon aktuális jelen pillanatban. Azért is, mert az oktatásban egy olyan átalakulás van, amiben nyugodtan mondhatjuk, hogy paradigmaváltásban vagyunk. A paradigmaváltás az mindig azt jelenti, hogy igen, jelentős átalakulás következik be, és én azt hiszem, hogy a digitális témahét az jelentősen hozzájárulhat ennek a kultúrának a terjedéséhez. Azt gondolom, hogy nagy valószínűség szerint ez is a célja. Később bemutatásra kerültek a LEGO Education cég legújabb fejlesztései, amelyet a korszerű oktatásért hoztak létre. Ezek egyike például a LEGO Mindstorms Education EV3 alapkészlete, amely elemeiből a vásárló állíthatja össze, majd programozhatja be saját modelljét. Ilyen robottal büszkélkedhet Csernagy Zoltán és Babis Tamás is. A digitális témahétnak ezen a napján úgy döntöttünk, hogy a LEGO Mindstorms EV3 Educational oktatócsomagot fogjuk bemutatni, tehát LEGO robotokat fogunk lényegében szerepeltetni. A LEGO robotoknak az alapjait mutatjuk be, tehát hogyha valaki el akar indulni a LEGO robottal, akkor hogyan tud elindulni, illetve milyen bemutató programok, tehát bemutató programokkal lehet feldobni a magát az előadást. Ebbe a LEGO-s programba úgy kapcsolódtam bele, hogy korábban már dolgoztam itt a főiskolán együtt a dolgozókkal, elsősorban Csernai Zoltán tanárúrral, és szóltak nekem, hogy jó lenne, ha bekapcsolódnák ebbe a LEGO robotos történetbe. Azóta együtt dolgozunk ezen, készítettünk felvételeket a robotnak a megépítéséről, a programokról, amiket írtunk rá, és hát lényegében erről fog szólni a mai nap. Úgyhogy aki szeretne ezzel a LEGO robottal foglalkozni, hogyan is kezdjen ehhez hozzá. Az előadók között volt Göncini Kapros Katalin, Antal Péter, Komló Csaba, Gulyás Enikő és Racskó Réka. Bemutatóik egyaránt a LEGO oktatás sejtő alkalmazásaival ismertették meg az információs és kommunikációs technológiák, azaz az IKT iránt érdeklődőket. Április 11. a Magyar Költészet napja. A főiskola hallgatóinak kis csoportja ennek kapcsán szervezte meg irodalmi kávéházát. Diákok szavaz enged fel a költészet napja alkalmából a Líceum 133-as termébe, ahol Egri Bikavér és Tokai Muskotá íze várta az irodalmi kávéházzá alakított helység az érdeklődőit. Kedvenc verseinkből válogattunk, azokat fogjuk felolvasni. Az eseménynek a különlegessége az, hogy nem csak az előadók fognak felolvasni, hanem nyitott lesz, és a vendégek is megoszthatják velünk kedvenceiket. Híres költők művei mellett, mint például Arany János Ágnes asszony című balladája, a hallgatóink saját művei is helyet kaptak a rendezvényen. Most lehetőségem nyílt pár napot eltölteni Komáromban. A Kortárs Hangon nemzetközi írói pályázat keretein belül a díjazottak nyertek egy néhány napos írószemináriumot, és ott kellett különböző feladatokat megcsinálnunk, kaptunk különböző témákat, erre kellett írnunk. Én egy rövid prózát írtam, és úgy gondoltam, hogy ez elég jól sikerült, és kedvet kaptam arra, hogy ezeket tovább vigyem.
Az alkotások felolvasása után a délután zárásaként gitárszó mellett hangzottak el a régmúlt költőink megzenésített versei. A Magyar Költészet napjáról a gyakorlóiskolában is megemlékeztek az alsó és felső tagozatos diákok, egy program keretében kedvenc verseiket olvashatták fel. A vers szeretete nélkülözhetetlen. József Attila születésnapja megfelelő alkalom volt arra, hogy verseljenek a tanulók. Az egész iskola készül erre a szép ünnepre, de különösen fontosnak tartottam azt, hogy én az osztályommal is ebben a kis közösségben készülődjünk. A gyerekek előzetes feladatot kaptak, hogy olvassák föl, vagy mondják el a társaiknak a kedvenc versüket, vagy azt a verset, ami most a buvárkodás során a legjobban megtetszett nekik. A gyerekek örömmel szavalták el kedvenc verseiket diáktársaiknak. Ég György virágozó áprilisra, és szerintem ez is egy nagyon szép vers, és szerintem pont ide illik, mert ugye április van. A Magyar Költészet napja kapcsán szervezett megemlékezés megmutatta, hogy a költészet még mindig nagyon fontos szerepet játszik a gyerekek életében. Kérges test címmel nyílt meg az a kiállítás, melynek az Art művészeti ellátó ad otthont. A tárlat április 22-éig látogatható. A Kepes György Szakkollégium és a Vizuális Művészeti Intézet szervezésében rendezték meg a Kérges test elnevezésű kiállítást, melynek helyszíne az Art művészeti ellátó volt. A kiállítást Kótai Tamás, az Eszterházi Károly Főiskola vizuális művészeti tanszékének tanára nyitotta meg. Ez volt az első egyéni kiállításom, csoportos kiállításaink voltak, körülbelül ilyen fél évente van egy ilyen alkalom. A kiállítás Kovács Nikolett és Lipkovics Péter alkotók 3 évi grafikai munkásságát öleli fel. A cím utal a művészek eltérő nézőpontjaira és a szürreális megközelítési módokra is. Az eseményen számos különböző technikával készült művet láthattunk, továbbá süti és üdítő is várt minket. Én egy Facebook eseményen értesültem róla, mert meghívtak a rajztanszékről, és nagyon kíváncsi voltam, mert Lipkovics Péter munkásságát már egy jó ideje figyelem. A kiállítás iránt hatalmas volt az érdeklődés, a termek megteltek hallgatókkal, és a sütik is elfogytak pár perc alatt. Már egy évtizedes múlttal rendelkezik az Országos Felsőoktatási Véradó verseny, melyen intézményünk minden évben rendszeresen képviselteti magát. Legutóbb április 13-án csatlakozhattak a dolgozók és a hallgatók a karitatív akcióhoz. Az Eszterházi Károly Főiskola C épületében véradásra volt lehetőség kedden délután 14:30. Az esemény rengeteg hallgatót vonzott, Rendes Jánosné főszervező is elismerő szavakkal illette a segítőgész diákokat. Hát ez az esemény, ez a főiskolás véradó verseny, ez az országos OFV, ami az idén a 10. alkalommal rendezzük meg. A főiskolán általában őszi időszakban vagyunk egyszer a B épületbe, egyszer a C épületbe, és tavasszal ugyanígy vagyunk a B épületbe és a C épületbe, tehát egy évfolyam alatt 4-szer. A véradók apró ajándékokkal, csokival és üdítővel lettek gazdagabbak, miután túlestek a szurin és felkeltek a székből. Most először jöttem vért adni, hát igazából szerettem volna már többször is eljönni, de még most lett rá először alkalmam, hogy el tudjak jönni. A szervezők minden régi és új véradót szeretettel várnak a következő alkalommal megtartott véradásra is. Számos alkalommal esik szó az egyetemi oktatásról és az egyetemi létről, viszont nem feledkezhetünk meg a hallgatói utánpótlásról sem. Az EGRI Neumann Ifjúsági Vállalkozói Központ és Oktatási Centrumban kiállítást és műhelyzáró rendezvényt tartottak április 13-án. Geometriai ábrák, fraktálok és más térbeli, matematikai műveletekkel leírható alakzat töltötte meg a konferencia termet. A műveket elsősorban 11. és 12. osztályos diákok készítették, akik önként jelentkeztek az államilag támogatott programba. A 60 órás tehetséggondozó program számos területen képes fejleszteni a diákokat a projekt megvalósítása során.
térbeli vizuális látásmódjuk az mindenképpen fejlődött, az együttműködés képességük az szintén, az algoritmizáló képességük, illetve azok a tanulók, akik eleve is rendelkeztek programozási ismeretekkel, azok az ismereteiket speciális környezetben tudták alkalmazni. A csoport munkára és térbeli érzékre a látottak alapján valóban szükség volt. Bonyolult matematikai képletekkel és programozási tudással igen látványos képek is létrejöttek, úgynevezett fraktálokkal. Elég nehéz folyamat, a tényleges kódolásnál sokkal hosszabb időt vett igénybe a matematikai számítás, hogy kiszámoljuk, hogy az egyes fraktáloknál az adott mélység esetén milyen magas és széles lesz a végeredmény, mert a számítógép adott méret nélkül nem tudja megjeleníteni őket. A rendezvényen szó esett arról, hogy a tudományt és a művészetet nem szabad ketté bontani, hiszen nem csak hogy megférnek egymás mellett, de még kiegészíteni is képesek egymást. Kedves nézőink, Önök Hírlánc című műsorunkat látták. Maradjanak továbbra is velünk, a viszontlátásra!